Úgyhogy akkor elkezdjük. Ma a Forex kurzus 6. részénél tartunk most már. Mielőtt tovább mennék, ezt mindig ugye el szoktam mondani, ez az a kis panel, ami önöknél is látszódik a képernyőn, vagy nálatok, hogyha szabad tegeződnem, látszódik a képernyőn, ugye ezzel az egyessel, ezzel ugye el lehet tüntetni, ezzel úgy becsúszik oldalra, és akkor nem zavar. A kettes az érdektelen, a mikrofon az úgyis ki van kapcsolva, a négyes az érdekes, akinek kérdése van közben, de olyan kérdés, ami feltétlenül azt kéri, hogy azonnal válaszoljak rá, tehát meg kéne állni, mert valami nem tiszta, ott a kezet föl lehet tenni, vagy a négyes, hogyha azt valaki megnyomja, akkor megjelenik nálam egy ilyen kis ikon, mint ahogy például már most megjelent nálam egy ikon, úgyhogy valaki megnyomta. Pillanat, utána nézek. El is tűnt, oké. Jó, a Handouts nevű rész, ugye, az pedig azt jelenti, hogy ott van egy letöltés. Tehát ennek a prezentációnak, amit itt láttok a képernyőn, a PDF változata ott van, azt közben le lehet tölteni nyugodtan. És ugye a Questions nevű részbe lehet írni nekem. Azt szoktam ugye kérni, hogyha lehetséges, akkor a végén kérdezzetek, jó? De ha feltétlenül meg kell állni, akkor persze, hogy megállunk természetesen. No, ma ugye a technikai elemzést szerettem volna egy picit körüljárni. Hozzátartozik egy picit a piacnak a megértése, a Dow Theory, a trend, gyertyaformációk, indikátorok, szóval ilyen ezekről a dolgokról lesz ma szó. Ez a Charles Dow nevű úriember, ez a múlt században élt, még akkor, amikor még nem volt komputer, és még Forex se volt tulajdonképpen, csak a normál tőzsde, hogy úgy mondjam, tehát az értékpapír tőzsde, vagy az áru tőzsde. Akkor dolgozta ki ezt az elméletét, és tulajdonképpen ő az atya a mai technikai elemzésnek. Egy csomó dolog, amit ő annak idején megállapított, illetve állított, mondjuk így, az ma már nem érvényes. Egyrészt azért, mert nagyon fölgyorsult a dolog, mióta az internet van, ugye, azóta van a komputer egyáltalán, azelőtt ők még ugye milliméter papírra rajzolgatták a csártokat, és azon próbáltak elemzéseket készíteni. A lényeg az, ugye, hogy ez a Charles Dow azt ismerte fel, hogyha az ember elemzi a chartot, vagyis tulajdonképpen mi a chart? A chart az a múlt, ugye? Tehát a közelmúlt, mondjuk így. A pénznek a lábnyomai láthatók, amelyre járt ugye a charton. És ha ezt az ember elemzi, akkor esetleg föl tud fedezni rajta olyan formációkat, vagy olyan szituációkat, amit a jövőben arra tud használni, hogy abból definiálja, hogy mi fog következni. Ugye, tehát megpróbálja az ember, tulajdonképpen erről szól az egész tevékenységünk, ugye, hogy megpróbáljuk kitalálni azt, hogy mi fog történni. Merre fog menni a csárt, meddig az árfolyam, meddig fog elmenni, mikor van az a pont, amikor már nincs igazam, egész biztosan, és így tovább. Tehát gyakorlatilag ez a technikai elemzés, ugye. Ugye ő itt azt mondta, hogy ez a piac hangulatát tükrözi, ez így is van, ugye, mert a kereslet és a kínálat szabályozza a piacot tulajdonképpen, a fundamentális eseményeken kívül természetesen. Én most ezt nem olvasom föl, azt hiszem, hogy meglehetősen egyértelmű, ezt már többször el is meséltem. Például ugye itt az van, hogy a piac, ő háromféle különböző mozgást látott, amelyek a timeframe-ekben egyszerre vannak jelen. Ez egy érdekes dolog, erre majd kitérek még, mert ez például szintén az egyik alapja annak, hogy tudunk egyáltalán a csártot elemezni, ugye, mert nem mindegy, hogy az ember egy H4-es csárton dolgozik, vagy egy M5-ös csárton dolgozik. Mi a különbség a kettő között, ugye? Hát annak idején ők még ugye, hogy úgy mondjam, napos csártokon gondolkodtak, illetve azzal dolgoztak, nem volt olyan nagy mozgás, sokkal kiegyenlítettebb volt minden, tehát hogyha megindult az árfolyam, akkor ment az jó ideig, ha csak valami krak közben nem utott, ugye? Hát nála például a hosszú távú trend az legalább egy évig kellett, hogy tartson. Hogyha ezt lefordítjuk a mai, a Forex-re, mondjuk így, megpróbáljuk ezt adaptálni, akkor azt mondanám, hogy a hosszú távú trendnek manapság mi már inkább a napos csárton nézzük. A hetes meg a hónapos csárt az már azért egy elég meredek dolog. Azt abszolút nem használom már csak azért sem, mert ott már olyan nagy távlatokat lehet látni, amin belül egészen biztosan voltak különféle fundamentális események, amik befolyásolták a piacot egyik vagy másik irányban. Tehát csak technikai szempontból az a csárt tulajdonképpen félrevezetődhet, mert közben voltak olyan események, ami
ami a csártból nem derül neki technikai elemzés alapján, csak ha tudná az ember ugye, hogy éppen akkor mi történt. Ez is egy fontos dolog, ez is tőle származik, hogy ugye a trend nem lineáris, mindenki tudja már, minden akciót egy reakció követ, és hogy ez a trendnek hullámai vannak. Tehát mindig megindul, ugye, és akkor van egy korrekciós fázis, aztán megint esetleg megy tovább, ezek a hullámok, a völgyek. Ő is így definiálta már akkor a piacot, ami egészen máig megvan a természetesen, ugye, tehát, hogy egy long trendet ugye úgy definiálunk, hogy a csúcsoknak emelkedni kell, és a völgyeknek is emelkedni kell. A shortok pedig nyilván fordítva, ugye, tehát a csúcsoknak is csökkenni kell, és a völgyeknek is csökkenni kell. Na most ez az az ábra, amit ő gondolt, ugye, hogy egy time frame-ben benne van az összes többi is, és bármelyiket nézzük, bármelyik time frame-et állította ő, azon belül ugyanúgy érvényesek a különböző technikai elemzésnek a részei, úgy mondjam. Tehát mint hogy úgy kéne elképzelni, mint hogy egy napos csártot, meg mondjuk egy H4-es csártot egymásra raknánk, akkor a napos csárton is vannak hullámok, meg ugye ezen is belső hullámok, ami a napos csárton nem látszik, az esetleg látszik egy kisebb time frame-i csárton, de hogy azokon tulajdonképpen ugyanúgy lehet alkalmazni a technikai elemzést. Beszéltem ugye arról, hogy nyilván a technikai elemzés azokban az időszakokban, amikor valamiféle fundamentális faktor befolyásolja a piacot, tehát mit tudom, hogy egy nemzeti banknak kamat döntése van, vagy ugye kijön az NFP jelentés, vagy a munkanélküliségi mutató, vagy inflációs mutató, tehát ugye, amit a gazdasági naptárban meg lehet találni. Tehát azok az események tulajdonképpen, azt mondanám, hogy abban az időpontban, amikor ez megtörténik, ez a bizonyos esemény, vagy a bejelentés, akkor tulajdonképpen a technikai elemzés elveszti az érvényességét abban a pillanatban, egészen addig, amíg le nem zajlik az eseménynek a reakciója, ugye? Tehát, hogyha esetleg megrögte a piacot, akkor mindenképpen meg kéne várni, hogy megnyugszik a piac. Tehát a technikai elemzés tulajdonképpen, hogy úgy mondjam, a piacnak a normál üzemmódjára vonatkozik, amikor tényleg csak a kereslet kínálat, tehát a traderek sokasága ugye a világon, az befolyásolja az árfolyamot. Ezek a különös nagy impulzusok, amik lehetnek ugye irányadóak, de lehetnek olyan impulzusok is, ugye, hogy tehát meglökik valamerre, aztán visszatér ugyanoda, ahonnan indult és folytatja, mint ami se történt volna. Ugye, tehát ez lényeges dolog tulajdonképpen, ugye, ezt mindig elmondom, fogok ma is többször olyan dolgot mondani biztosan, amit már az előző webinárokon elmondtam, de esetleg egy más összefüggésben, de ezeket rendkívül fontosnak tartom, tehát csak azért mondanám el. Tehát fontos az, hogy a technikai elemzésből adódó következtetéseink, ha én reggel reülök, és a technikai elemzés szerint elrendem a piacot, és azt mondom, hogy megpróbálok kitalálni, hogy ez meg ez fog történni, és tudom azt, hogy mit, amíg 3 óra múlva lesz valamilyen bejelentés, akkor nem érdemes egyszerűen belekezdeni semmibe se, helyesebben csak esetleg valami rövidebb távú trade-be, hogyha van ilyen stratégiája valakinek, mert a jelentés időpontjában egész egyszerűen az én logikám, amit előtte ugye elképzeltem, hogy merre fog menni, az érvénytelenné válik. Lehet, hogy nem igazolódik be, lehet, hogy ellentétes lesz, lehet, hogy jó lesz, de az teljesen luci. Ugye senki nem tudja, hogy egy jelentésre hogyan reagálnak a traderek. Az nagyon, nagyon ritkán lehet igazából kitalálni. Beszéltünk már arról, ezt is már elmondtam többször, ugye, hogy mi mozgatja az árat. Nyilván kereslet kínálat, tehát amikor elindul mondjuk egy long trend fölfelé, akkor nem történik más, mint egyre több trader vásárol. Ugye, ha euró-dollárról beszélünk mondjuk, akkor egyre többen vásárolnak eurót. Nyilván nem a tradereknek a száma a fontos, hanem az a volumen, az a pénzmennyiség, ami megmozdul. Ugye, mert hogyha van a traderek között 2-3 nagyon nagy ágyú, tehát egy bank mondjuk, vagy egy nem, még nagyobb, egy major bank, mondjuk a JP Morgan, vagy ilyesmi, akkor az nyilván nem egynek számít, ugye nem egy tradernek számít, hanem rettenetes mennyiséget mozdít meg. Tehát, amikor elindul egy long, ugye, akkor az azt jelenti, hogy ahogy elindul, egyre többen ugranak föl, hogy úgy mondjam, a vonatra, szeretnének benne részt venni, ami ugye a piacnak azt a jelzést adja,
hogyha egyre többen vásárolnak, az azt jelenti, hogy akkor az euró most keresett. Na most, hogyha egy árucikk keresett, nő a kereslet, akkor nyilvánvalóan nő az ára. Tehát ettől megy ugye fölfelé az ár. Abban a pillanatban, amikor megjelennek az első eladók a másik oldalon, úgy mondjam, és eltűnnek, kezdik bezárogatni a trédjeiket a longosok, akkor történik meg a fordulat. Ugye? Tehát ez az egyensúly, ez az, ami állandóan mozgatja a piacot. És ez a fordulat, amit például itt látunk, ez egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a trendnek ott vége van, hanem pontosan abból származik ez a megállás, hogy a traderek, akik a lomba benne voltak, bezárják a pozíciójukat valamilyen megfontolásból. Most hagyjuk azt ki, hogy mi miért történik, csak az, hogy mi történik. Ugye bezárogatják, mert realizálják a nyereségüket, be akarják szárni a trédjüket, ami egy ellentétes szignál a piacnak, ugye eltűnnek a longosok egymás után, és megjelennek a másik oldalon a shortosok, és akkor gyakorlatilag ebből keletkezik egy korrekció. Aztán lehet, hogy megint megindul fölfelé, mert megint jönnek ugye a longosok. Apá, bocsánat. Igen, arrébb. Rosszat kattintottam, elnézést. Most ezt meg kell várni, míg megint lerajzolja. Beszéltem itt erről a fékútról is, talán még emlékeztek, aki esetleg ezt hallotta, ugye, hogy például ugye, ez a mozgás, hogy ennek hol van a vége, ugye, ennek a lomnak itt van a vége, az egyáltalán nem biztos, hogy pont itt van a vége, mert ennek van egy tehetetlensége. Pontosan abból adódóan, hogy egyre többen kiszállogatnak, nem beszélve arról, hogy a halkolók állandóan ott vannak a piacon. Tehát van egy bizonyos fékútja, mire meg tud állni az ár. Most ebből következik az is egyébként, hogyha mondjuk egy longnak van egy csúcspontja valahol, tehát a legmagasabb pont abban, az egyáltalán nem biztos, hogy ott volt egy ellenállás. Az nagy valószínűséggel inkább egy picit előbb volt, és a fékút lökte tovább, tehát ez a tehetetlenség a piacnak, az lökte tovább. Az előbb említettem ugye a skalpolókat, akik ugye állandóan a piacon vannak, mégpedig elég szép számban a világon, és ők ugye állandóan kibeszállogatnak, tehát gyakorlatilag állandóan generálnak egy ilyen alapzajt, hogy úgy mondjam a piacon. Azért van itt egy audio fájnak a görbéje, ugye ezek az időszakok, amikor így nagyon összeszűkül, akkor lenne csend. Lehet látni, ugye, hogy igazi csend az tulajdonképpen nem létezik, csak nagyon hang zaj. Ugye van, aki azt egyszerűen olvastam, hogy úgy definiálják, a csendet úgy definiálta, hogy a csend az a hulló hópehelynek a zaja. Na, szóval azt hiszem érthető, amit mondok. Tehát lényeg az, hogy van egy ilyen zaj, tehát a skalpolók kibe, ebből adódik aztán megint csak az, ugye, hogy ez a bizonyos csúcspont, amiről beszélek ott fönn, az egyáltalán nem biztos, hogy ez pont ott van, mert abban a pillanatban lehet, hogy valami skalpolók eltorzították azt a dolgot, hogy egy picit előbb van, vagy egy picit később van esetleg, mint kéne lenni. Ebből aztán adódnak majd kalamajkák, ugye fogjuk látni. Na most, ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, ugye, hogy a piacnak tulajdonképpen van kétféle állapota. Van egy harmadik is, azt mindjárt mondom. De általában a piacnak két állapota van. Vagy megy valamerre, akkor beszélünk arról, van egy trend, vagy pedig beáll oldalazni, tehát egy kis sávocskába leföl-leföl. Ez a kettő van, és sajnos ez nem úgy működik, hogy van egy trend, és akkor utána van egy oldalazás, vagy van egy trend, meg megint egy trend, és utána van oldalazás, hanem a trend közben is előfordulhatnak oldalazások, ami megnehezíti meglehetősen a dolgunkat. Ahogy mondtam, ugye mi, miután nem skalpolók vagyunk, hanem ugye a day traderek, nekünk a trend a legjobb barátunk, tehát mi a trendbe gondolkodunk tulajdonképpen, mindig a trendbe szeretnénk benne lenni, lehetőleg jókorán. És ez a hátránya minden egyes trendkövető stratégiának, nem csak az elmények, ami a világon van, az az oldalazás. Tehát amikor a piac beáll oldalazni, akkor keletkeznek a rossz jelek tulajdonképpen. És akkor, amit az ember a trenden megnyert, eltett pénzt, azt ott simán el lehet veszíteni az oldalazó fázisokba. Azt is le lehetett tulajdonképpen trédelni, de az meg rettenetesen bizonytalan. Tehát az oldalazási fázison belül, ami történik, az nincs ember, aki azt megmondja, hogy abból mit lehet csinálni. Mindenképpen meg kell várni, míg az ugye vége lesz. Ugye a trenddel az a bajunk, ugye, hogy amikor az elején, amikor be kéne szállni,
akkor még nem tudjuk, hogy ez egy trend lesz, ugye? Hát itt még, de megindult, mit tudom én, 2-3 gyertyával fölfelé, még esetleg ez, lehet sejteni, de egyáltalán nem biztos, hogy abból trend lesz. Nem beszélve arról, hogyha valaki mondjuk itt ül le a képernyőhöz, és akkor látja, hogy a trend már jó ideje tart, meggondolandó, hogy akkor megye tovább vele, mert azt, hogy aztán ez meddig fog tartani, jó, ki lehet számolni, tehát az a pillanat is módszer, az működik, amit egyszer bemutattam, de nem minden trend sajnos teljes befejezett trend. Vannak ilyen kis ugyan egy irányú mozgás, de mégsem egy trend, mert túl kicsi ahhoz, hanem utána megint egy oldalzás jön. Tehát amikor bizonytalan a piac, vagy nincs benne elég erő, nincs elég részvévő a piacon, akkor van az a szituáció. Ezt az ábra, ez minden egyes előadásomban bemutatom, mert ez a legfontosabb. Tehát a trend ugye úgy definiálódik, hogy a csúcsoknak is nőni kell, és a völgyeknek is nőni kell. Akkor beszélünk ugye long trendről. Talán ismerős, sőt, biztos vagyok benne mindenki, hogy ismerős az ellenállás és a támasznak a fogalma, ugye resistance-nak vagy support-nak nevezik az angolok, és azért van ott az egyenlőség a kettő között, mert ugye biztos ezt is mindenki már hallotta vagy tanulta, hogy az esetek nem mindig, de gyakran mondjuk így, ha egy ellenállás legyőződik, ugye itt ellenállásról akkor beszélünk, amikor lentről jövünk és mindig visszaveri, amikor legyőzi, akkor abban a pillanatban, vagy még egy ideig utána mondjuk inkább így, támaszt lesz belőle, tehát amikor aztán visszajön hozzá, és akkor pedig mint támasz működik. Ez gyakorlatilag megfordul az egész dolog. Éppen ezért tulajdonképpen az, hogy minek hívom ezt a szintet, hogy ellenállásnak hívom, vagy támasznak, az majdnem mindegy, attól függ, hogy honnan nézzük. Tehát ilyen fontos szintekről beszélünk tulajdonképpen, ugye? Tehát mi az az első eszköz, hogy úgy mondja, mivel nekiállna az ember egy csártnak, hogy megnézze, hogy mi fog történni. Már vannak a kezünkben ilyen alapvető eszközök, ugye? Tehát fel tudunk ismerni esetleg ellenállásokat és támaszokat, ismerjük ugye a trendvonalaknak a fogalmát, ami nem más, mint szintén egy ellenállás vagy egy támasz, csak nem viszintes, hanem ferde. Az ugyanazt tulajdonképpen ugyanarról pattog, ugye a trendvonal, majd mindjárt mutatom persze élőben is, az úgy működik, mint egy ellenállás, vagy mint egy támasz. És akkor vannak trendcsatornák, ami meg olyan, mint egy oldalazás, csak meg van döntve, ugye? Tehát amikor egy ilyen sávba megy fölfelé. Na nézzük akkor ezt élőben is talán. Ugye itt benn maradt nekem itt egy trendvonal például, ugye, amiről beszéltünk. Ezt még hosszabbítani is lehet akár egészen idáig. Így, és akkor kicsit lejjebb. Valahogy így mondjuk. Jó. Tehát gyakorlatilag ugye itt is egy ellenállás, egy támaszról beszélünk, mert mindig visszapattan róla. Na most, ugye ez, hogy rajzolja az ember a trendvonalat, vagy hogy rajzolja az ember az ellenállás, vagy a támaszt. Ugye gondolom, hogy mindenki úgy tanulta, meg én is úgy tanultam, hogy így a csúcsokat szépen összeköti az ember. De hát az előbb említettek miatt, ugye ez a fékútnak a fenoménja miatt, és a skalpolóknak az állandó rángatása miatt egyáltalán nem biztos, sőt, valószínűleg nem ez az igazi, hogy itt van a vége, hanem lehet egy kicsit előbb, vagy egy kicsit túl tovább. Tehát ezt a dolgot egy picit nagyvonalúbban kell kezelni. Nem kell halál pontosan mindig ráilleszkedni, de azért az ember látja, hogy itt van egy csatorna, nem? Hát itt van három érintésem, igaz, hogy ez átszaladt rajta, kétségtelen. De azért ezt lehet látni, hogy itt van egy ilyen csatornaszerűsége, ugye? Na most legalább kéne ugye három pont ahhoz, hogy az ember tudjon rajzolni egy vonalat, mert ugye, hogyha kettő pont elég lenne, akkor tetszés szerint rengeteget lehet rajzolni, annak nem sok értelme van. Persze be lehet rajzolni két vonalra is, hogyha az ember esetleg várja a harmadikat mondjuk hozzá. Tehát mondjuk ez egy ilyen dolog, ugye, hogy a ellenállás vagy a támasz. És akkor most nézzük meg, ugye beszéltük az ellenállásról, meg a támaszról, mert ez tulajdonképpen szinte a legfontosabb az egészben. Azt mondtam ugye, hogy az az igazán jó szint, ami alulról is, meg fölülről is meg van támadva. Megpróbál az ember egy olyan szintet keresni, ami alulfelül meg van támadva. Itt az elején még nehéz találni olyat, ugye, mert itt tulajdonképpen
nincs alulfelülről, hát talán ez itt, igen, ez itt, igen. Ez itt ugye itt még, mint ellenállás működött, aztán legyőzte, és aztán utána egyszer csak támasztott belőle. Ez csak két érintés, ez nem igazán sok. Ez nem igazán jó. Nézzük meg inkább itt fönn. Például, hogyha én ezt ide tenném, miért tettem ide? Nyilván sokan mindjárt felsikoltanak, hogy ez nem úgy van, hanem itt lent van. Nem ott van, ahogy mondtam. Tehát tulajdonképpen dolgot nagyvonalúban kell kezelni. Itt van nekem egy pontos érintés, itt is egy pontos, itt kicsit túlszaladt rajta, nem baj. Itt is túlszaladt rajta, itt is. De lehet látni, hogy itt van valami, hát nézzétek meg, hogy hány gyertyán keresztül, ez egy hány négyes csárt, ez egy nap, több mint egy nap, ugye, amit itt látunk, nem bírt vele. Ugyanott a szint körül táncolt. Ugye? Itt is aztán legyőztek, visszament hozzá, és utána sikerült neki még egyszer legyőzni. Ez a visszament hozzá című mondás, amit szoktam emlegetni, ez szintén fontos, mert ez azt, pontosan azt erősíti meg, hogy itt van egy szint. Ha legyőztek, szinte mindig visszanéz hozzá, visszatesztek is szokták nevezni. Itt is többször megpróbálta legyőzni. Itt nem olyan szépen látszik, hogy ez itt egy fontos szint, de itt már aztán megint jó lett belőle, igaz? Meg itt is, meg itt is, meg itt is. Ugye kicsit átszaladt rajta, meg egy picit átfölfelőjebbelten. Tehát azt javaslom, hogyha így ellenállás fogat kerestek, akkor semmiképpen sem azt a régi metódust alkalmazzátok, amit az ember ugye, nem tudom, én tanultam legalábbis, hogy itt volt a csúcspont, akkor ott van egy ellenállás. Egyszerűen nem igaz. Mert az nem jelent semmit. Ez egyetlen egy megálló, ugye? Lehet, hogy a múltban itt volt esetleg még egyszer, ami megfogta, itt tényleg volt még egy, de több nem. Mert a többi azért már rendesen túlszaladt rajta. Tehát, ha az ember igazán jó szintet akar keresni, akkor mindig egy olyat kell keresni, ami több minőségében bizonyított, alul felül. Tehát ez például, ez a fontos, amit az ellenállásról szerette volna mondani. Ugye, hogyha az ember a trendvonalakat nézi, ugye például itt mondtam, hogy itt lenne valami trendvonalszerűség, akkor ott nyilván nem lehet olyat találni a valós felül, hanem akkor az mindig csak egy minőségében működik. De ott is ugye azt lehet mondani, hogy igyekezzen az ember úgy berajzolni, hogy lehetőleg minél több érintést kapjon. Ugye nem baj, hogyha itt túlszaladt rajta, az nem baj, meg itt is túlszaladt rajta. Adódik aztán a kérdés persze, hogy mire jó ez nekünk egyáltalán, hogy ezt tudjuk, hogy itt van egy trendvonal, vagy mire jó ez nekünk, hogy itt tudjuk, hogy ott van egy ellenállás, illetve támasz. Már ebből a túlszaladásból adódóan kézenfekvő az, hogy nem szabad úgy tekinteni a dolgot, hogy amikor ezt legyőzte, tehát átszaladt rajta, úgy néz ki, mint a legyőznék, hogy akkor az ember rögtön elmegy csortra, mert megdőlt a támasz. Egyáltalán nem biztos, hogy lehet látni, ugye, hogy többször visszamegy hozzá, és még mindig megmarad ugyanabban a minőségében. Tehát itt is, és majdnem mindenhol, amit ma fogunk látni, a metódus az, hogy az ember megvárja, amíg ha legyőz valamit, egy ellenállás vagy egy támaszt, mert rajzolom mégis mindjárt inkább akkor azt az ellenállást, ami az előbb volt, hogy jobban lehessen látni, ez valahol itt volt, ha jól emlékszem, igen. Itt volt, igen, itt volt, itt. Oké. Okay. Tehát, amikor legyőzi, tehát átszalad rajta így, akkor mindig utána meg kell várni, hogy jöjjön szépen vissza, és amikor megint elindul fölfelé, és ezt a szintet, ugye ezt az utolsó szintet metszi, akkor biztosak lehetünk benne, hogy tényleg legyőződött ez a szint. Amíg ez nem történik meg, addig simán előfordulhat, hogy visszajön ide alá, és itt folytatja a tevékenységét. Tehát mindenképpen legyőzés után kell várni egy korrekciót. Nyilván rosszabb beszállom van, hogyha itt szállok be, mint hogyha itt szállnék be, kétségtelen, de ha nem győződött le, tehát nem folytatódik ez a mozgás, és erre várok, hogy ez itt legyőződjön, akkor viszont megúszom azt, hogy egy rossz tétbe esetleg beleugrottam volna. Ugye? Tehát például itt, hogyha az ember azonnal beleugrana, ugye, akkor kész, akkor ugye longra, akkor ezt megette szépen, mert rendesen visszajött hozzá. Tehát meg kell várni, amíg ez legyőződik. Ez is. Itt győződik le körülbelül, és akkor itt még egyszer visszajön még hozzá, utána indul meg. Tehát ezek fontos dolgok. No. Tehát ez ennyit még az oldaladás. Oldaladás az ugyanazt, ugye? Ugye mutatom, igen, például. Tehát azt is kezeljétek sokkal nagyvonalúbban. Már itt én beraktam oda.
Ugye lehet látni, azért szeretem én egyébként az oszlott csártot, nem a gyertyát, mert engem nem érdekel az, hogy hol nyitott, meg hol zárt. Engem tulajdonképpen az egész mozgás érdekel. Mert ez a gyertya, ebben az időpontban, ebben a 4 órában, nem ez egy déli csárt például, akkor ezen a napon, ebben a sávban mozgott az ár. Hogy hol nyitott, meg hol zárt, azt mondom, irreleváns, higgyétek el, az nem érdekes. Tudom, hogy nagyon sok olyan stratégia létezik, ami erre bazírozik, hogy zárásnál nyit az ember, mit tudom én. Ha indikátor alapú stratégia, akkor jogos, mert az indikátor addig, amíg nem zárodott be a gyertya, addig változtatja az értékét. Akkor marad meg először ott, amikor bezárodott a gyertya. Akkor jogos, de egyébként nem. Tehát egyébként nem érdekel engem a zárás vagy nyitás. Tehát ahogy mondtam az előbb, ha látunk egy ilyet, az osztott csárton sokkal jobban lehet látni, hogy hol van folt. Úgy mondja, hogy az ember egy picit eltávolodik a csártól, még hunyorít is hozzá, akkor ezt mint foltot lehet látni. Sőt, hogy lehet is írtam, akkor még jobban. Ugye lehet látni, itt van egy folt. Ugye itt egymás mellett vannak a párcikák. Itt is van, de több ilyen van. Itt is van egy ilyen folt, ugye? Azt mondtam, hogy itt. Ugye, és nem érdekel az, hogy, sőt, ezt inkább följebb húztam, így valahogy, igen. És nem érdekel az, hogy kiszaladt belőle egy párszor, ugye? Ez nem érdekel engem, engem az érdekel, hogyha kiszalad belőle, és utána visszamegy hozzá, és megint kiszalad, akkor jó. Ugye, itt még mindig benne maradt, itt kiszalad belőle, de visszajött bele. Ugye, itt visszajött bele. Ezt kinagyítom kicsit jobban, tehát ugyanaz a technika gyakorlatilag. Igen, tehát itt azt mondtam, hogy kiszaladt belőle, itt kiszaladt belőle, de visszajött, és akkor megint megindul fölfelé, és legyőzi ezt a szintet, akkor lehet elmenni logra. És akkor általában jó. Semmi sem 100%-os, de ez a biztonsági dolog, hogy úgy mondjam hozzá. Ugye? Itt is van egy ilyen oldaladásszerűség, tehát az osztott csárton sokkal jobban lehet látni, hogy hol foltos. Ugye ez itt nagyon jól lehet látni, hogy itt egy folt van. Itt. Utána keletkezett még egy. Ugye ezek az oldalazó fázisok, amit csak úgy lehet rédelni, hogy ezen belül nem érdemes semmit sem elkezdeni, ha csak nem valaki ugye skalpoló. Tehát én, hogyha én azt mondom, hogy nem lehet elkezdeni, akkor mindig magamra gondolok, hogy elnézést kérek. Tehát az én látásmódom, hogy én technikám szerint nem foglalkozom az oldalazással, mert ott bármi megtörtént. Nézzétek meg, hogy itt mi minden van. Itt nem lehet tudni, hogy mi merre megy. Tehát itt igazán találni egy beszállót, vagy egy jó irányt, az csak lutri. Ugye? Tehát mindenképpen meg kell várni, amikor a piac mondja nekem azt, hogy vége van, elindulok valamerre. És többször megpróbál becsapni, mert ugye benne van a papírban. Ha már az a csárt van, például itt annyira szúrja a szemet, ugye az ellenállás támasz, hogy itt például nagyon jól lehet látni, nézzétek meg, hogy itt 7 centiméter, hogy itt megint van valami, nagyon fontos szint, nézzétek meg, hogy itt alulról nem bírt vele, megint nem bírt vele, csak másodjára, és utána egy nagyon sokáig úgy működött, mint támasz. Aztán amikor legyőződött volna, először nem bírt vele, visszapattant róla. Legyőződött, visszalépett hozzá, és utána. Tehát itt lehet akkor úgy elmenni gyakorlatilag. Tehát oké, tehát ennyit az ellenállás támasz, meg ugye a trendvonal. És a trendvonalnak egyébként van még egy ugye, változata a csatorna, ugye, ami ugyanaz, mint egy oldalazás, csak felnél. Na hát nézzük meg, hol van itt valamiféle csatorna. Hát ez mondjuk adódna nekem esetleg itt valami, de ez nem igazán jó. Pont nem igen látok jó csatornát. Na, itt van egy jó csatorna, ez nem rossz. Úgyhogy akkor ezt nézzük csak, meg azt mondja, hogy itt valahogy így. Úgyhogy megkapja ezeket az érintéseket, ugye? Itt. És akkor ezt a vonalat, ezt pedig le kell húzni szépen oda, hogy itt is vannak nekünk. És itt már kilépett belőle. Itt kilépett belőle, és ugyanaz tulajdonképpen a szabály, hogy ez még nem jelent semmit, mert látjátok, vissza is jött hozzá. Majd, ha megint megindul fölfelé, és legyőzi ezt a pontot, akkor lehet logra venni. Addig nem érdemes. Vannak olyan stratégiák, meg olyan meggondolások, akik ezt a mozgást igyekeznek elkapni.
Most ez még nehezebb, mint az oldalazás, ugye? Mert az, hogy eddig a szintig, ha egyszer itt fönn volt, mikor jön vissza, az teljes tutri. Itt vagyunk például, ugye itt fönn, vagy nem, inkább utána, tehát mondjuk itt vagyunk, és nézzük meg, nem jött le egészen idáig. Tehát nincs sehol se megírva, hogy neki mindig vissza kell jönni a következő. Lehet, hogy sokáig nem jön vissza, vagy pont akkor nem jön vissza, amikor én beszálltam volna, és pont akkor tör ki belőle. Ugye? Oké, tehát ezek a ugye, trendvonal, ellenállás, támasz, oldaladás, illetve csatorna. No, menjünk tovább. És akkor vannak a különböző chart formációk. Vannak olyan formációk, ami nem is formáció, hanem egy gyertyából adódik, majd mindjárt mutatok egy olyan példát. Ismert formáció, ez ugye ilyen zászlóféleség akar lenni, vagy penátnak is hívják, árbosszalagnak, csak többféle elnevezése van. Azt kellene inkább megjegyezni, vagy hogy úgy mondjam, vizualizálni, tehát így jól lehet látni, ugye, hogy itt erről beszélek. Itt is két tulajdonképpen trendvonalam van, ugye, illetve hát van egy támaszvonalam, meg egy ellenállásvonalam, és akkor amikor ezek így égben jönnek össze, akkor nekem a mentorom ezt úgy tanított, hogy ezt úgy képzeljem el, mint hogy egy rugót nyomna össze az ember. És amikor már nagyon összenyomta az ember, akkor egyszer csak kitör belőle. És ezt jó megjegyezni. Tehát minden ilyen szituációra jó megjegyezni azt, hogy az esetek nagy többségében egyébként, hogyha lentről jött, és itt tényleg van egy viszonylag egyenes árbocút, akkor fölfelé fog kitörni az esetek többségében, de nem biztos, lehet, hogy lefelé. De valamerre biztos, hogy nagy erővel tör ki. Tehát mondom, ez egy nagyon jó példának tartom ezt a rugó dolgot, tehát nyomódik össze a rugó, és amikor már nem bírja tovább, akkor puff, elengedődik és kilöki valamerre. Viszonylag nagy erővel az árat. Mutatok persze erre is példákat. Ugye, tehát ennek is millió változata van, ugye van a zászló, az majdnem ugyanilyen, mint ez, csak nem ég, hanem ilyen zászlóformája van, tehát itt inkább egy röccsencsatorna van, ugye hát hasonlít rá. Ugye és itt is ugyanaz a szabály, nem szabad beugrani, mert ezek se pontos pontok, hanem meg kell várni szépen, amíg először visszapattan, tehát amikor először csinál egy korrekciót, és utána, amikor legközelebb eléri, akkor szabad elmenni bele. Akkor az ember jó eséllyel nem ugrik be egy téves kitörésnek. Ugye ugyanez érvényes az oldaladásra, ahogy az előbb volt, már talán mutattam is, ugye itt van az oldaladásunk, itt szambázik a két szint között, és kitör belőle. Mindenképpen megvárom, amíg visszajön, nem muszáj neki idáig visszajönni, csak kell csinálni egy korrekciót. Egy ilyen kifulladás, amikor ezek így bezárogatják a trédjeiket, és akkor keletkezik egy ilyen kis sort, és akkor tudom azt, hogy ezt a szintet fogom figyelni, és amikor utána legközelebb elindul, akkor onnan megyek el vele, aztán tovább. Tehát biztos van köztetek sok olyan, aki ismer olyan stratégiát, ami az oldalazással foglalkozik, én nem foglalkozom vele, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ez lutri. Tehát ezen belül. Inkább mindig megvárom azt, hogy mit mond a piac. Mondja meg ő nekem, ez is a mentoromnak volt a szavajárása, hogy ne te menj a piachoz, hanem várd meg, amely a piac jön hozzád. Amíg azt nem látod, hogy nem jelzi neked biztonsággal, de 100%-os biztonság nem létezik, ezt mindig ugye tartsátok észben, ugye háttérben. Ez egy érdekes dolog, ez a várj fel, várj formáció. Ugye következőképpen néz ki, hogy van egy ilyen három csúcsa tulajdonképpen, és van egy ilyen úgynevezett nyakvonala, és a szabály az, hogy ezt a távolságot a fejtől a nyakvonalig, vagy válvonalig, azt megcsinálja lefelé. Azt most éppen nem találtam olyan példát, amivel ezt meg tudtam volna mutatni élőben, de azért ez viszonylag ritka. Viszont ha van, és jól meglátja az ember, akkor nagyon-nagyon jó minőséggel működik. És akkor még egy példát hadd mutassak arra az esetre, amikor egyetlen egy gyertya mond valamit. Ezt is már biztos sokan látták egyéb szemináriumokon, de ez is egy olyan dolog, hogy nagyon egyszerű, és viszonylag nagy biztonsággal működik. Az úgynevezett ingolfing gyertya, ugye ami azt jelenti, hogy van egy mozgásom, és
úgy áll meg a mozgás, hogy nagy erővel megindul ellenkező irányba. Ingolfing az beölelést jelent, azt jelenti ugye, hogy ez a gyertya, ingolfing gyertya, ez beöleli az előtte lévő ellentétes gyertyát, és elindul lefelé. Ugye, és akkor itt lehet látni, például ez is az, igaz? Itt volt nekem egy kicsi, megindul fölfelé, bár ez kisebb, tehát itt már azért vannak egyéb szabályok, tehát az ingolfing stratégia az egy külön operett, tehát nem ilyen egyszerű, hogy amikor itt van, akkor aztán gyerünk, hanem pár dolgot még figyelembe kell venni. Mindenképpen figyelembe kell például azt venni, hogy fordulónál legyen. Ugye? Tehát ez itt forduló, az egyértelmű. Itt előtte volt egy longos mozgásom, utána lett egy sortos mozgásom, és megint megfordult, ugye? Mert itt ez a mély pontja ennek, és megint meg is megy fölfelé. De ezen az ábrán látom még azért, nézzétek meg, ez is egy ingolfing gyertya tulajdonképpen, meg ez is, meg az is, meg az is, csak egyik sem fordulónál van, mindegyik menet közben van. Tehát ezek nem érvényesek. Csak ezekkel szabad foglalkozni. Akkor nézzük meg élőbe. Például az a gyártya ott, az egy nagyon szép ingolfing gyártya, de nem érvényes, mert nem fordulónál volt. És nem is jött be. Ugyanis az ingolfing stratégiának az a, mondjuk az alapelve, hogy a gyártya hosszát azt meg illik neki megtenni ugyanabba az irányba. Néha sokkal többet tesz meg, de a hosszát azt esetek nagyon nagy többségében megteszi. De ez például nem fordulónál van, ugye? Lehet látni, hogy itt az egy korrekció van, és utána megindul. Akkor nézzük a következőt. Ez se fordulónál van, pedig ez is baromi nagy erővel történik, ugye, és beöleli. De például ez itt az elején, ez már tökéletes. Ez pont fordulónál van, itt volt nekem egy esésem, van egy mélypontom, és a mélypont után nagy erővel megindul fölfelé, és hát a gyertya hosszát az majdnem a kétszeresét is megcsinálta fölfelé, ugye? Tehát ez például megint egy olyan szituáció, amikor egyetlen egy gyertya is már mondhat nekem valamit. Pár szót mondanék még az indikátorokról. Az egyik legjobban ismert indikátor, vagy nem is indikátor, de indikátor, ez tulajdonképpen ugye a moving average, vagy az úgynevezett mozgó átlag, amit nézzük meg talán inkább, hova tettem, valahova már ráraktam. Igen, ide tettem, oké. Tehát a mozgó átlag az nem más, mint az árfolyamnak a kisimítása. Ugye attól függően, hogy milyen periódusú, ugye, hogyha valaki keresi, akkor az indikátorok trendnél van, és moving average-nek hívják, ez itt van, ugye. Azzal lehet kinyitni, és akkor meg kell adni egy periódus számot, azt megkérdezi, ez itt föl, például ez itt a sárga, az nekem egy 50-es. Többféle fajtája van, én most ebben nem megyek bele, mert nem erről szól a mai dolog. Az exponenciális, az ha esetleg valaki meg akarja jegyezni, az sokkal érzékenyebb, hogy úgy mondjam, mint a szimpl, tehát mint a sima. De van még más változata is. És én nem a close-árat szoktam használni, mert engem a close nem érdekel, hanem én nekem az átlagár kell, mégpedig ez. Tehát a high-low per kettő. Tehát a legmagasabb és a legalacsonyabb pont osztva kettővel. És akkor az van egy ilyen. Ugye ez azt jelenti, hogy az 50-es, az azt jelenti, ugye, hogy megnézett 50 gyertyát visszafelé, azoknak a hosszát összeadogatta az összeset, és utána elosztotta 50-nel. És akkor ez a pont jött ki. Tehát az 50 gyertyának ez az átlaga, hogy úgy mondjam. És akkor minél nagyobb számot veszek, ugye annál kevésbé érzékeny, hogy úgy mondjam, tehát annál kevésbé követi a piacot. Mert hogyha most ráteszek egy még kisebbet, mint ráteszünk egy 21-est, ugye akkor ez még jobban követi a mozgását. Ugye? Tehát gyakorlatilag ez a mozgó átlag. Most ezt mire lehet használni? Ugye azt szokták mondani, hogy a mozgó átlag az ömlői mágnes vonza az árat. De sajnos ebből nem lehet kiindulni, mert az, hogy előbb-utóbb visszatér hozzá, az kétségtelen, csak kérdés, hogy mikor. Ugye, tehát, hogyha valaki mondjuk itt elszállt már, csak látjuk, hogy már jó el vagyunk távolodva a mozgó átlagtól, tehát előbb-utóbb vissza kell, hogy jöjjön hozzá. Vissza is jön, de nem tudta egészen elérni, és csak itt érte el. Tehát, hogy az ember itt elment shortra, hogy majd akkor visszajön a ez szép veszteséget csinál. Tehát mondjuk sajnos ebből nem lehet kiindulni. Amire használni szokták, az, hogy általában kettőt raknak rá, egy gyorsabbat, meg egy lassabbat, tehát egy nagyobb periódusot, meg egy kisebb periódusot. Ez egy 100-as, meg egy 50-es, amit itt láttok, és ez egy 3-4-es csárt. És amikor ezek keresztezik egymást, azt lehet tekinteni beszállási jelnek, tehát azt mondanám, hogy itt ezen a ponton lehetett elindulni
fölfele. Tehát amikor ez a kettő metzi egymást, ugye, tehát a gyorsabb metzi a lassút, akkor ez valahol itt van az ára éppen fönn, tehát nem itt vagyunk le sajnos, nem itt fönn. Itt longra el lehet menni, és akkor az egészen addig különböző exi stratégiák vannak. Az az ötlet sajnos nem igazán jó, hogy a váltásnál száll ki az ember az ezéből, mert az oldaladásoknál az rettenetes, veszteségeket tud csinálni. Ugye itt van egy oldaladási fázisuk, és enyhén esik a dolog, ugye? De lehet látni, hogy itt ez becette el, itt lehetett volna indulni longra, és nem lett belőle long, ugye, hanem oldaladás lett belőle. De ha egyszer jól elkapja, akkor viszont nagyon, akkor brutálisan sokáig el tud belemenni rendesen. Mondom, van ennek millió változata, tehát ezek általában azt szokták csinálni, a 100-as 50-es, vagy az 50-es és a 21-es, vagy a 21-es és a 14-es, vagy a 14-es és az 5-ös. Ezek a leggyakrabban használtak. És mondom, exponenciális kellene inkább használni, és lehetőleg a median price-ot, tehát nem close-ra tenni, hanem median price-ra. Oké, tehát ez lett volna a mozgó átlagunk. Fontos indikátor a Relative Strength Index, vagy RSI, ugye? Gyakorlatilag ugye ez is egy olyan indikátor, ami azt méri, hogy mikor eladott a piac, és mikor túl vásárolt a piac. Sajnos erre se lehet, általában semmelyik indikátorra se lehet igazán rá hagyatkozni, sajnos. Tehát mindegyiknek van, egyrészt mindegyik késik, másrészt mindegyiknek vannak hibás jelzései, ahogy mondtam, amikor trendet követünk, akkor is oldaladás van, akkor öntik egymás után az indikátorok a rossz beszállókat. Tehát azok sajnos nem. Vannak mindenféle trükkök, például ez egy ilyen amit én kinéztem itt magam, hogy az ember rátesz két RSI-t egy chartra, mégpedig egy normált, egy 14-est, és egy multi time frame, az azt jelenti, hogy ez az RSI, ugye ez egy H1-es chart, ez az RSI pedig a H4-es chartnak az RSI-jét mutatja. Egy ilyen multi time frame RSI-t, tehát amiben be lehet állítani, hogy mit mutasson, melyik chartot mutassa, azt el lehet tölteni az oldalunkon fönn van, ingyen a letöltések alatt. És akkor amikor a nagyobb periódusú, tehát ez egy H4-es, amikor a H4-es metzi az 50-es szintet, akkor el lehet menni sortra, és akkor kell kiszállni belőle, amikor a normál metzi azért érte, nyert az árásnál alatta van a 30-as szintnek, vagy ellenkező esetben a 70-es szintnek. Ugye lehet látni, itt volt nekünk egy jelünk, akkor legközelebb itt metszette, abban ott lehetett beszállni, ez például egy pont egy veszteséges trét, mert ebből aztán nem sok lett, ugye? Mert nem ment el sajnos egészen a 70-esig. Itt, aztán ezért van az, hogy itt, ha az ember egy ilyen stratégiát elkezd csinálni, akkor ezekre a szituációkra valahogy föl kell készülni. Tehát vagy kell csinálni valamiféle védelmet, egy break-even húzást, vagy valami ilyesmit, vagy egy csúszostoppot, vagy pedig, hogyha nagyon jó a találati arány, már pedig ennek egész jó egyébként a találati aránya, akkor pedig hagyni kell. Veszteséges lépés kész. A legközelebb megint itt metszette, mi lehet látni. Bocsánat, itt metszette, itt most egyszerre történt meg, tehát a lassúbb, a H4-es, amikor metszi az 50-est, akkor be, és amikor ez itt 30-as alatt van, a normál akkor ki belőle. És akkor ez például megint jó trét, és a következő az pedig megint ez. Tehát ezen a kis ábrán ezen van három nagyon jó kis nyertes trét és egy vesztes trét. Moving Average Convergence Divergence, ugye ezek a kezdőbetűi, MACD. Biztos ismeritek ez a MACD, vagy igen, MACD indikátor. Ezt is millióféleképpen lehet használni, ugye ez egy ilyen hisztogramból áll, úgynevezik ilyen kis párcikákból, meg egy szignálvonalból, és ugye a legegyszerűbb az, hogy a hisztogram váltásánál itt az ember, és mindjárt mutatom inkább itt. Tehát amikor a hisztogram vált, ugye itt lefelé mutattak a pálcikák, amikor megjelenik az első bikás pálcika, akkor lehet esetleg beszállni, és hát itt az a példa van, hogy egészen addig elmegy, amíg meg nem történik az ellenkező, nem túl jó ötlet, mert közben, tehát ez például jól jött ki, de közben történhetnek csapdák, hogy úgy mondjam, hogy ezért aztán inkább akkor kellene kiszállni, inkább többször be kéne lépni, tehát akkor kellene kiszállni a trédből,
Ugye lehet látni, itt a színálvonal mindig metszi a hisztogram volt. És amikor először nem metszi, tehát amikor először alá kerül, akkor beszállni a trédet. Aztán amikor megint metszi, akkor megint be lehet szállni tulajdonképpen, aztán itt megint kiszállni belőle. Itt megint beszállni belőle, itt megint kiszállni. Itt ilyen kis három részletekben, de ugye ez most itt nagyon szépen néz ki, de ennek is van olyan változat, amikor oldalazik, akkor itt hol egy fölfelé két pálcika, hol lefelé kisünk a pálcikák. Úgyhogy ez is nagyon meg tudja etetni az embert, hogy úgy mondjam. Ugye, tehát itt van az a másik változat, amit az előbb mondtam, hogyha megint metszi, akkor esetleg megint be lehet szállni. Ugye itt akkor ez a normál, igaz? És amikor megint metszi, akkor megint be esetleg. És akkor még azt is itt lehet belőle venni. Oké. Most ezeket csak úgy átszaladok, de ezek mondjuk a legfontosabb indikátorok. Mondjuk hozzáteszem, mondom, hogy én nem használok semmilyen indikátort tulajdonképpen. Ezeket néha olyan indikátort használok, ami saját fejlesztésnek például a végéig, ugye? Amikor tudom, hogy mik a hibái pontosan, és ki van tesztelve. Jó, tehát a CCI tulajdonképpen az is hasonlóan a RSI-hez, a túleladott állapotokat akarja mutatni. Itt a divergencia az, amit néz az ember, ugye divergenciának azt hívjuk, hogyha például ugye a CCI azt mutatja, hogy itt két csúcson van, ami csökkenő tendenciát mutat, és a hozzátartozó gyertya értékek azok ellentétesek, tehát ez itt fölfelé, tehát meg lefelé mutat, akkor ez az iránya a mérvadó, tehát az indikátor iránya, magyarul itt szabad akkor beszállni ebbe. Itt még nem szabad beszállni, bocsánat, hanem a szabály az, hogy itt ez bejelezte, hogy fordulat lesz. Beszállni akkor szabad, amikor az utolsó kis hölgyét metszi. Tehát azon a ponton itt szabad beszállni. És akkor kiszállni pedig akkor, amikor ebből a részből ismét kijön. Tehát a mínusz százasból éppen kifelé lép. Ezen a ponton pontosan. Ugye? Tehát nagy vonalatban ez ennyi. Pontosan azt mondom, hogy ez a divergencia itt fölötte legyen, vagy a 100 fölött legyen, vagy hogy ellentétes a divergencia. Itt például, ez is megint egy divergencia, ez itt nincs berajzolva, de nézzétek meg, itt van két csúcsom, ami emelkedik, és a hozzátartozó értékek azok pedig csökkennek, igaz? Hát ez itt bejelezte nekem például az, hogy long lesz belőle, az utolsó csúcsom itt volt, tehát amikor legyőzte, körülbelül ennek a gyertyának van, itt szabad beszállni logra, és el lehet menni vele egészen eddig, itt. Itt ki belőle. Oké. Okay. Ez ugyanaz, ugye egy apfordítottja, amit az előbb mondtam, itt le. Oké. Okay. No, tehát ezek a fontos indikátorok, csak tényleg csak nagy vonalakban. Tulajdonképpen ugye mi történik a technikai elemzésnél? Az ember oda leül a csárthoz, és megpróbálja ezeknek az eszközöknek a segítségével, ugye még a Fibonacci-t nem említettem, mert az egy külön operett, az egy rettenetesen tág terület, nagyon sokféle módon lehet használni. De mit csinálunk? Tehát az technikai elemzés az nem más, mint az ember leül és megpróbálja értelmezni a csártot. Megnézni, hogy mi történik tulajdonképpen, ugye? Aki esetleg kezdő, nem szégyen hangosan elmondani azt, hogy mi történt, mit látok én itt. Ugye? Itt volt nekem egy nagy bezuhanásom, ezt nyugodtan el lehet mondani. Keletkezett egy ilyen kis V-betű, utána elindultuk fölfelé, és itt tulajdonképpen minket a vége érdekel, ugye, mert itt kell nekünk kitalálni egy végűságban, de nem árt tudni, hogy akkor itt mi van. Itt mi van? Itt az történt, ugye innen elindult nekem tulajdonképpen egy longom, igaz? Mert itt vannak a völgyeim szépen emelkednek, és a csúcsok, a hozzátartozó csúcsok is szépen emelkednek, tehát gyakorlatilag itt nekem voltám egy long trendem, ami eddig tartott, igaz? Mert amikor az utolsó völgye, ami itt volt, megdőlt, akkor sajnos az a long trend is meghalt, úgy mondjam. Lehet látni, egyből short lett belőle. Ugye, és például, ugye, hogyha azt látom, hogy itt van egy longom, Utána indul egy shortom, nagy valószínűséggel, ugye? Amiben már itt lehet látni, hogy van egy korrekció is, igaz? Itt már a második korrekció megvan. Tehát tulajdonképpen itt most meggondolandó, hogyha valaki ebből ki akar indulni, hogy mit csináljunk. Ha azt nézem, hogy tulajdonképpen most shortban vagyunk, azt hiszem, hogy kevesen van,
mondjuk úgy, hogy talán többen vannak olyanok, akik ebben a szituációban inkább longba gondolkodnak, emiatt, vagy emiatt, ugye, hogy itt tényleg long az emelkedés, vagy amiatt, hogy ez egy ilyen erős, hogy majd gyártja. De mondom, tulajdonképpen inkább a szituációt kell megnézni. Itt már elkezdtek csökkenni a csúcsok, és a völgyek is csökkennek, tehát itt már tulajdonképpen inkább sortunk van. De még nem vagyok benne biztosan. Biztos akkor leszek benne, amikor ez itt leesik, ugye? Mert akkor tulajdonképpen akkor ez tényleg egy korrekció volt, és folytatódik. És akkor például a Fibonacci-t lehet használni arra, hogy azt mondom, hogy itt volt az első korrekció, ugye? Azt rátesz, az első korrekciót megnézem, és hogyha ez nem túl nagy, ez a távolság, tehát például, mint például egy ilyen lenne, az már túl sok, akkor azt lehet mondani, hogy ez a majdani késztrendnek, ugye ez a valószínűség szerint a 38,2%-a a Fibonacci szerint. És akkor a 268-as lenne a célár, ami itt van, ami még tulajdonképpen nincs meg, ugye, de még nincsen befejezve a trend, mert ez még érvényes, ez a short trend, ez még érvényes. Ugye, és megnézi az ember például ezt, ugye, hogyha ezt veszem, hogy ez itt a 38,2, akkor tulajdonképpen a 200-as szint az megint működött ám, mint támasz rendesen. És hogyha a Fibonacci szintek belül működnek, akkor az működik tovább is. Abban biztos lehet az ember. Erről nem beszéltem külön, itt van egy ilyen egy dupla V formáció, ez is szintén egy érdekes dolog, annak ez dupla ajnak nevezi, vagy dupla csúcsokra fordítva van, ugye. Ennek is tulajdonképpen az a szabály, úgyhogy az ember így egyet észrevesz, ennek is hasonlít ugye a várfej válasz, ha van egy nyakvonala, akkor ezt a távolságot, ezt indítja ki megcsinálni fölfelé. És akkor itt van ez a rugó szisztéma is szintén. Mondom, egy picit talán nagyvonalúban nem tudom, hogy ez lehet, hogy az ember első ránézésre ezt nem látná rugónak, hanem most már áll a szemem, mert itt lehet látni azért szerintem, hogy itt van egy szűkülő tendenciám, ugye, és itt pedig van egy ilyen tendencia. Ugye? És mi történt? Ahogy mondtam, nagy erővel kilőtt belőle, csinált egy korrekciót, és amikor ismét jött, tehát ezen a ponton itt be lehetett szállni sortra. És akkor szépen, majd ugye visszatér, de hát nem baj, a szopom az itt lett volna fönn, akkor szépen el lehet menni vele tovább. Ugye? Példa, a másik példa erre a Fibonacci dologra, mondjuk ez is itt egy trend, igaz? De nézzétek meg, itt az első korrekció messze van a nyitástól. Tehát erre nem lehet azt mondani, hogy ez a késztrendnek a 38,2%-a, ez inkább a 61,8%-a, és ha az, akkor a 161,8-nak kell lenni a... Hol van ez? Itt van, igen. Akkor a 161,8-nak kell lenni a célárnak, ami... Sőt, ez elment a 200-asig is, igen. Tehát ez lett volna a biztonságos, de ez elment tovább is, utána érvénytelenné vált a trend. Tehát ez az, amit igyekszem ugye átadni, hogy figyelni kell arra, hogy ezek a trendek vége van. Hiába emelkedik még mindig, de tulajdonképpen itt ennek a trendnek vége lett. Mert keletkezett egy alacsonyabb völgyen, mint ez a völgy. Aztán megint lett belőle egy trend, aztán lett egy olyan, amiből nem lett trend, ugye? Hanem csak egy nagy lerántás volt. Aztán megint kapaszkodik fölfelé, megint van tulajdonképpen egy trendszerűségem, ez pedig egy egyértelműen érvényes kis short trend itt lefelé. Ha megnézzük, ugye? És például éppen a duplájáig mentem, ugye ezt már néztem, igen. Tehát ezek az eszközök, millió más van természetesen, ezek talán a legfontosabbak, tehát van rengeteg mindenféle indikátor, rengetegféle rajzolóeszköz, mindenféle genf legyezők, meg mindenféle, tehát rengeteg minden van. Én azt mondom, hogy nem érdemes velük foglalkozni, de érdekesnek érdekes természetesen, valakit érdekel, akkor lehet. A legfontosabb véleményem szerint mindig a chart, és mindig ez a nézet, hogy az ember azt nézze, hogy emelkednek a csúcsok, emelkednek a völgyek, vagy látok én oldalazást, ha látok oldalazást, például itt van egy kicsi oldalazásom, ez egész biztos. Egymás mellett vannak a gyertek, ez egy fault. Igaz, hogy ez ennek a készülő sortnak az egyik korrekcióján belül van, de itt van, tulajdonképpen van egy oldalazásom. Most ugye azt mondtuk, hogy az oldalazásból
nem szabad a kitöréstől egyből belépni, hanem meg kell várni. Tehát most például, hogyha ebben a szituációban lennék, akkor itt megtörtént egy kilépés, mindenképpen meg kéne várni, hogy mi történik. Visszajön-e? Ha visszajön, elindul-e fölfelé, és ha elindul fölfelé, akkor ezen a ponton el lehet vele menni tovább fölfelé. Tehát a lényeg az, ugye a technikai elemzés az arról szól, hogy vagy olyan patterneket, vagy olyan formációkat ismer az ember a múltból, amiről már bevizsgálódott a történelem folyamán, hogy az esetek túlnyomó többségében működnek, ugye, vagy a V, vagy a, ez a rugó dolog, ez egy nagyon jó, vagy az ingolfing például egyedül magában, szintén nagyon jó. És utána értelmezi az ember, hogy mi történik most. Most mit látok? Most azt látom, hogy tulajdonképpen egy sorton van. De ebben még nem szabad itt beszállni, mert nem biztos, hogy ez egyrészt nem biztos, hogy egész trend lesz belőle. Tehát lehet, hogy valahol majd meghal, ugye? Lehet, hogy már itt. Másrészt pedig ez még nem jel. Tehát ez itt egy olyan szinten vagyok, amikor egyszerűen nem lehet semmit csinálni, mert ez nem egy beszállási jel. Logikus beszállási jel az itt lenne legközelebb. Ha megint elindul lefelé, igaz, hogy az rosszabb, ugye jó lenne benne lenni a sorban már innen, de egyáltalán nem biztos, hogy lejön idáig, és akkor pedig megeszem, hogyha ez most csinál egy ilyet, ugye, akkor ezt megettem volna, hogy itt elmegy az ember sorban. Tehát mindig inkább megvárni, hogy a piac jöjjön én hozzám, és mondja nekem, hogy itt az alkalom, most csináld. Oké? Okay? Akkor itt még egy pár jó tanács, amit fölírtam. Érdemes minden nap megnézni legalább az első négy majornak a grafikonját, vagy csártyát. Ha minden nap az ember kicsikét, úgy mondjam, rajta tartja a piac a pulzusán a kezét, akkor rá lehet érezni, mi történik tulajdonképpen. Tehát észre lehet venni azt, hogy például ma egy dollár eladási nap van, mert mindenhol, ahol a dollár benne van a párban, az úgy működik, hogy úgy mozog. Ahogy mondtam, minden nap meg kéne nézni a gazdasági naptárt, és ha van valamilyen releváns, tehát mondjam, egy high jelzésű jelzés, nem mindegyik szokott működni. Néha meg a sárga is működik, tehát a médium is működik. Ez már tapasztalat kérdése. Például a kanadai dollárnál ott a sárga is simán fontosnak számít. A fontnál kevésbé, a fontnál inkább a high. A fontnál szintén van egy pár esemény, például a Bank of England Minutes, ami ma volt, ami szintén jól meg szokta lökni az árat. Tehát azokban az időszakokban inkább nem piacon lenni, mert nem lehet tudni, mi fog történni. Akkor a technikai elemzés logikája, tehát amiket itt az előbb elmeséltem, hogy ha ez van, akkor arra megy, ha ez van, erre megy, az egyszerűen ott nem létezik. Fontos az, hogy mindig a saját véleményetek alapján cselekedjetek. Tehát nem szabad azt csinálni, én csináltam annak idején, ugye, hogy az ember elolvas valamilyen elemzést az interneten, és akkor azt írja az illető, hogy ide meg ide fog menni az ár. Szép és jó, ugye szép, hogy az ember abból indul, hogy az biztos, hogy egy idősebb tapasztaltabb ember írta, és akkor biztos, hogy igaza van, egyáltalán nem biztos. Tehát mindig inkább mindent tesztelni, és senkire nem hallgatni, én rám se, senkire, csak saját vélemény alapján. Nagyon fontos, nem szabad számolni a pénzt a trading közben, csak hóvégén. Tudom, hogy ez senkire bírja megállni. Mert óhatatlan, hogyha az ember számolja a pénzt, mit ad számolás alatt azt érte, hogy például már ha fut egy trade, és nézi azt, hogy már mennyit nyertem, nagyon rossz. Hétszer csak, hogy bele fog nyúlni egy idő után, és becsukja. De azt sem szabad csinálni, hogy elvesztettem 100 dollárt, és akkor úgy döntök, hogy nekem most a 100 dollárt a következő trade-ben vissza kell hozni. A piacnak semmi köze, az nem érdekli, hogy én vissza akarom hozni a 100 dollárokat. Tehát abból nem szabad kiindulni. Csak abból szabad kiindulni, amit a piac mond. Nem? Tehát ez az, hogy nem szabad olyan tervet csinálni, hogy mennyit akarok minden nap keresni, vagy hetente keresni. Öldön kell maradni. Most akkor itt még röviden kitérnék, ugye sokaknak az a problémája, hogy hát napközben dolgozik, ugye? Még nem a Forexből él nyilván, és hát valamikor trédelni kellene, ugye? És azért például ez a kilövő stratégiám, ezeknek nagyon jó, mert reggel, ugye a reggelinél az ember kb. 10-15 perc munka van vele, és utána ott lehet hagyni, és akkor lehet menni a munkába, és tulajdonképpen utána a trade manager szoftver azt szépen
lehet kezelni a tréneket. Úgyhogy mindenkit szeretettel várok. Mához egy hétre, pontosan ugyanebben az időpontban, 29-én, a Kielevel szemináriumon. Itt lehet látni ezt az e-bookot, most már 4 nyelven jelent meg eddig, amire meglehetősen büszke vagyok. Angolul, magyarul, ugye, oroszul és koreaiul. Tehát a Kielevel szeminárium jövő héten 19 órakor, honlapon lehet jelentkezni természetesen. És akkor ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen a figyelmet, és szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha van valamilyen kérdés. Köszönöm, Tamás, köszönöm.